ez az alaprajz, ez ennek a bizonyos vasútvonalnak, tehát a Magyar Északkeleti Vasút által épített Nyíregyháza-Ungvár vasútvonalhoz kapcsolódóan az állomás átalakítása. Tehát a piros vonalak azokat a vágányokat jelölik, amelyeket az állomás bővítése miatt kell megépíteni a terv szerint, illetve itt egy önálló fűtőházat. A nyíregyházi vasútállomás helyszínrajzát mutatja Szemerei Ádám az 1871-ben jóváhagyott kiviteli tervdokumentációból. Ez is része a Vasutas Művelődési Ház bejáratánál lévő kiállításnak. Ebben a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonal és a Magyar Észak-Keleti Vasúthálózat kiépítésének első 75 évét, az 1872-től 1947-ig tartó időszakot láthatják az érdeklődők. Vasútépítő társasága a Magyar Észak-Keleti Vasút, amelyet aztán államosítottak, és onnantól pedig ugye a Magyar Királyi Államvasutak intézte a vasútvonal ügyes-bajos dolgait. Ez egy jól keretbe foglalható történelmi rész, és utána pedig mindenképpen határvonalat jelent az, amikor 1947-ben államközi szerződésben eldöntötték, hogy Záhonyban a meglévő állomás mellé széles pályaudvart kell építeni, tehát magyarul az orosz nyomtávú vágányt át kell hozni a Tiszahídon, mert csappon nincs hova bővíteni. A Nyíregyháza-Ungvár útvonal kiépítésére a Magyar Észak-Keleti Vasút 1869-ben kapta meg az engedélyt. A hálózat első szakasza Debrecentől Nagykároig tartott közel 70 km hosszan. Ezt az engedély kiadása után két évvel, 1871-ben már meg is nyitották. Utolsó szakaszát a 47 kilométeres Legenye-Mihályitól Kassáig tartó szakasz pedig 1873. október 22-én adták át. Mindössze két év alatt egy gazdaságilag jelentős 580 km vasútvonalat vehettek birtokba a lakók és a gazdasági szervezetek. Ez gyakorlatilag az életet jelentette, összekötve a településeket a fővárossal és a vármegye székhellyel. A mai világ emberei azt gondolják, hogy a vasútvonalak a személyszállítás miatt épültek, de ez kicsit sem igaz. Minden vasútvonal kivétel nélkül a gazdasági érdekeket szolgálta, jellemzően a bányatermékeket, mezőgazdasági terményeknek a szállítását, illetve az építőanyagoknak az eljuttatását olyan vidékekre, ahol mondjuk nincsen a közelben kőbánya. A kiállítás március 10-ig látható, azonban a vasút szerelmesei már most készülhetnek, hiszen nyáron lesz folytatása a kiállításnak, amely az 1947 utáni időszak legfontosabb mérföldköveit mutatja majd be az érdeklődőknek.